Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, ez most egy rendhagyó kis bemutató vlog lesz, de most úgyis várni kell a buszra, ezért gondoltam, hogy akkor már miért ne csináljam meg most. De az érdekesség, hogy egyik ismerősem, most ide mondom kicsoda, rendelte külső vinyót a Wish-ről. Nagyon ez volt az. Fényképeken nagyon nézett ki, ez egy 500 GB-os külső vinyónak volt eladva. És valami 800 forint volt ingyenes kiszállítással, hát jó, hát nyilván mondta, hogy hülyének is megéri, hát ő is így gondolta és megrendelte. Hát eltelt kb. 3 hét, megérkezett, ezt így megkapta, és nyilván kapott hozzá kábelt is, meg rendes ilyen USB-st. Csak hát kipróbálta, rádugta a tévére, mert úgy gondolta, hogy azon majd filmeket fog nézni, rádugta először a tévére, hogy felismerje, felismerte föl. Aztán rádugta a gépre, azt se ismerte föl. Hát akkor olyan közben, csak mennek a háttérbe az autók, de remélem attól még hallatszódik majd. És akkor utána gondoltam, hogy kipróbálta egy-két gépen, mindent, de hát hiába dugta, nem történt semmi. Na és utána hozta el nekem, hogy mégis csak hát te informatikus vagy, meg értesz hozzá, nézd már neki, mi baja van. És így mondta, hogy most rendelte a Wish-re, nem megy. Hát már amikor megfogtam, hogy éreztem, hogy valami gáz van vele, mert nagyon könnyű, tehát ez egy pillekönnyű volt, de mondom, oké, nézzük meg, hagyományos rendszer, egy pillanat, ott jön egyik karusz, ezt muszáj lekapni. Mindegy, hát akkor folytassuk. Hát jó, szokásos, és kipróbáltam, rádugom egyik gépre, nem is megyek fel a másik gép, szintén nem. És akkor jött az ötlet, hogy szedjük szét, nézzük meg, hogy mi a helyzet belül, de hát én is így gondoltam. Hát így, jó, nyilván ilyen made in China, tehát gyakorlatilag ilyen egyszerű kis bepattintós műanyag, nagyon. Nem volt egy nagy tudomány szétszedni, és miután szétszedtem, hát nézzétek meg, ez volt a borító, és ez van benne. Ez. Tehát gyakorlatilag ez egy tok, amiből kisporolták a vinyót, és csak a vezérlő elektronika van rajta. Meg egy, hát nyilván egy SATA csatlakozó, meg egy TÁP csatlakozó van rajta, és ennyi az egész. Tehát gyakorlatilag ez az átbaszás tipikus esete, bár még 800 forintért mondjuk. Annyira nem is volt az, mert tényleg még esetleg ennyit megérhet. Ja, de egyébként, ha rádugok egy akármilyen vinyót, satásat, az sem működik vele. Tehát gyakorlatilag még az elektronika sem működik. De ha az működne, akkor lehetne mondani, hogy vedd rágálni egy vinyótokot. Mert ez... És akkor még annyira nem is paszták át, mert kb. Fele annyira, mert az eBay-ben rendel mindjárt kiszállítással csak tokot, ugyanilyet, 800 forint helyett. De hát az olcsó 500 gramos vinyója helyett lett egy nagyon drága vinyó tokja, ami nem jó semmire, csak virágtartónak, vagy sorralátétnek maximum. Úgyhogy tennyel. Egyébként a Wish-től lehet jó dolgokat rendelni, nekem is sikerült megpászol, viszont az ilyen gyanúsan olcsó dolgok azok biztos, hogy átverések. De hát nálam is volt olyan, ami nem érkezett meg, valami megérkezett, és jó volt, hát mondjuk a ruhákat még esetleg lehet pólókat, stb. Az lehet a baj velem, mondjuk hogy rossz a méret, majd nekem is volt. De rendeltem már ilyen elektronikai dolgokat is, és valami megérkezett és még működött is. Jó dolog a Wish is, csak vigyázni kell vele, mert kamu ott is van, meg átverések ott is vannak, és ráadásul ott aztán az eBay-en legalább van pénz visszafizetési garancia, hogyha PayPal-lel fizetsz, hát na hát a Wish-nél semmi. És a hát nem hogy Budapest, Kína vagy Magyarország, Kína, szerintem bármi Kína távolságon belül a reklamáció, meg a visszafizetés az esélytelen. Tehát a kínai érzésokból is rendelve, hát bármi Kína távolságon belül garancia nincsen. Úgyhogy akkor esik egy gyorsan, csak egyébként közel, hogy megyek, mindjárt jön a busz, úgyhogy nyi, csüssz, sziasztok!